Sziasztok! Ma a sushi után megmaradt norilapok felhasználásához fogok tippeket adni. Közel 1500 éve használják főzéshez a tengeri algákból készült lapokat, amiket a papírgyártáshoz hasonló módon készítenek. Pont mint az írólapot, amire jegyzetelsz. Valószínűleg Japánban készültek, amik a kezedben vannak. Ezen belül is talán pont Kyushu szigetén, ahonnan a világon kapható legjobb minőségű norilapok többsége is származik. Ez a finomság majdnem elveszett a történelem viharában, de szerencsére a 20. század közepén az angol Caitlin Mary Drew Baker újra felfedezte, miközben a Wales partjainál található tengeri algák felhasználhatóságát tanulmányozta. Japánban azóta őt, mint a tengerek anyját emlegetik, és még emlékművet is állítottak neki. Külföldön az algalapokat legtöbben a sushi kapcsán ismerik, de ettől jóval több lehetőség rejlik benne. Azt jó, ha tudod, hogy minél sötétebb a színe, annál jobb minőségű norival van dolgod. Most kezdjük is el a főzést. Uborka saláta norival. Színes noris csirkemell.